Június 25-e csütörtök este van, és ma elkezdődik egy olyan hétvége, amire egész évben vártunk. Ezen a hétvégén lesz az 1-5 Onroad Magyar Bajnokság második futama a Hungaroringen, ahol én és Csaba is versenyezni fogunk. Az elmúlt heteket azzal töltöttük, hogy Fichtenbergbe jártunk ki a pályára. Sajnos mindig rossz idő volt, és ilyen déli kellett válnunk, hogy felszáradjon a pálya. Nagyon keveset tudtunk gyakorolni, viszont készültünk erre a hétvégére, nem ide, hanem még Fichtenbergbe, ugyanis most lett volna az év első versenye ott, a KV Challenge, amit a koronavírusra hivatkozva végül lemondtak. Ugye, mint tudjátok, mi télen elkezdtük a Rückwärts garázs sorozatot, ami abból az ötletből indult, hogy a Bélától kölcsönkapott autót felújítjuk, átnézzük, rendbe hozzuk, versenykész állapotba tesszük, és ezt az évet én azzal az autóval fogom végigversenyezni Fichtenbergben. És ha már így szétszerünk egy autót, meg a motorját, meg új tömítést csinálunk, stb., akkor nem akartam ugye videó nélkül hagyni, és ebből az ötletből indult a Rückwärts garázs sorozat. Ebben a sorozatban ugye végig tudtátok nézni, hogy mi történt az autóval, milyen felújításokat végeztünk rajta, milyen lett az új karosszériája, milyen motor került bele, azt hogyan újítottuk föl. Volt szó lengéscsillapítóról, csapátcseréről, fékrendszer feltöltéséről. A lényeg az, hogy készen volt az autó, a németországi verseny elmaradt, és Csabával úgy döntöttünk, hogy akkor jöjjünk el a Magyar Bajnokság hungaroringi futamára. Most azért vagyok egyedül, mert Csaba már tegnap éjjel elindult Németországból, én pedig ma reggel indultam el Svájcból. Most éppen Győrnél vagyok az M1-es autópályán egy pihenőben. És gondoltam, csinálok egy bevezető videót, mert holnap reggeltől elég sűrű lesz a program. Holnap, tehát pénteken pályaépítés lesz, aztán szabad edzés, amíg látunk, ugyanúgy, mint tavaly. Majd szombaton következik a stock futam, vasárnap pedig a tuninggal folytatódik. Én mind a kettő kategóriában szeretnék indulni, neveztem is mind a kettőre. Csaba a tuningban fog indulni. Eljött velünk még Csabának az öccse, Tamás. Eddig úgy van, hogy ő a stockban fog indulni, illetve találkozunk a magyar csapattal is, többek között Bélával is, akitől ugye az autót kaptam, és ő is indulni fog a versenyen, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas hétvégének nézünk elébe. Péntek délelőtt van, és kijöttünk a Hungaroringre, ahol éppen a nagy pályán éppen tesztelnek autók, jó kis Porsche-k meg Mercik, mindjárt mutatok egyet. Kijöttünk felállítani a sátrunkat, ebben leszünk a csapattal. A pálya szépen le van festve, tavalyhoz képest, sokkal jobban látszik a vonalvezetés. Körülbelül délelőtt 10 óra van, és egész idáig szakadt az eső, azért ilyen nedves a pálya. Meglátjuk, hogy ma meg tudjuk-e cukrozni a pályát, hogy van egyáltalán értelme. Igazából egész hétvégére esőt mond az időjárás előrejelzés. Egyébként a mai terv az lett volna, hogy a pályaépítés után, a cukrozás után egész nap szabad edzést tartunk, ami nekem jól jött volna, mert én tavaly voltam itt utoljára. De az eső ebbe lehet, hogy beleszól. Viszont szárad a pálya. És itt van velem Csaba is. Sziasztok! Megjöttem. Elmondtam, hogy esett az eső. Igen. Megmondjuk még későbbre is ma. Úgyhogy ma nem cukrozunk. Ma nem lesz értelme a cukrozásnak. Megcsináljuk a tábort. Meg kirakjuk a pályát, megépítjük, kirakjuk a gumikat, a bukótelekre, mit tudom, lefúrjuk. Meg kell csinálnunk még ilyet. Attiláék hoztak rólkötelet, kaptunk még... Ilyen gokárt gumikat? Igen, kaptunk gokárt gumikat, ott vannak a konténernél, és azokat össze kell fűzni ugyanígy. Uh-huh. És ugye ezek végig lesznek rakva az olyan helyekre, ahol tavaly pár versenyt ott levágtak a kanyarokat. Aha. És azért gondolom én, na, az jó. Valami ilyesmi lesz. Szuper. Jó, meglátjuk. Tehát akkor ma dolgozunk, reméljük, hogy igen, nem fog esni. Nem tudom, autózni fogunk? Ma nem hiszem. Nem. Jó, nem, meg ugye nem is hoztunk autót, tehát erre. Ja, igen. Nem is hoztunk autót, meg még nincs teljesen kész, mindegyik. Ezek a színek olyanok, mint Interlagosban, Forma 1-es pályán Brazíliában.
Na, ezekkel a go-kart gumikkal fogjuk megfogni az autókat. Most visszafelé, vagyis igazából másik irányba fogunk menni majd a pályán. Tehát a rajt az így lesz, itt lesz az első féktáv, és ugye ezért rakjuk ide a gumikat, hogy ha valaki elméri a féktávot, akkor ne menjen be a kerítés alá az autóval.